Sziasztok! Végre egy normális videójáték megjelenés, el sem hiszitek, hogy mennyire örülök neki. Úgyhogy ha a videónak ti is annyira fogtok örülni, mint amennyire én örültem a Metal Hellsingernek, akkor a végén ne felejtsetek el benyomni egy szép nagy kövér lájkot. Ha még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára, hogyha visszatérő vendégek vagytok, és ha már feliratkoztatok, nyomjátok be a csengettyűt, hogy mindenképpen értesüljetek a csatornánkra felkerülő újdonságokról. Ez YouTube sajátosság, nem mi találtuk ki. Illetve felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ha bár minden videó, amit publikálunk a felületünkön, az számotokra ingyenesen fogyasztható, de számunkra időbeli és anyagi ráfordításokkal is jár. Így abban az esetben, hogy tényleg tetszik a munkásságunk, és szeretnéd, hogyha ez folytatódna, és aktuálisan tudnánk maradni folyamatosan, akkor kérlek, hogy támogassál minket, ezt legfeljebb 1000 forinttal bezárólag megteheted a Donablin, link lent, és cserébe mi napokkal, vagy legalább egy nappal korábban mindenképpen publikáljuk azon a felületen a majd ide kikerülő anyagokat, illetve ott hozzáférhettek a Love Parade exkluzív tartalmaihoz, amik az Otherworld nyilvános felületére már nem kerülnek ki. Az új tartalom egyébként éppen ma ment ki, tehát amikor látjátok ezt a videót, akkor éppen tegnap. A lényeg az, hogy várlak titeket Donablin, és akkor következzen az, amiért végeredményben itt vagyunk, a Metal Hellsinger kritika. Amikor a Bethesda kiadta az újra gondolt Doom-ot, tisztán látszott, hogy nem én vagyok az elsődleges célközönsége, az Eternalnek meg aztán végképp nem. Ugyanakkor azt nem lehetett elvenni tőle, hogy egy konkrét elgondolás mentén nyúltak hozzá a franchise-hoz. Ott volt a szikra, volt egy világos koncepció a revízió mögött. Ráadásul a Doom Eternalt sokan úgy használták géptesztekhez, hogy annak a játéknak volt az egyik legpatikábban kiegyensúlyozott motorja, amit lehet találni a piacon. Ami szavatolta, hogy jóval a megjelenése után is felbukkan videókban. Ennek is már 2 éve. És a AAA piac nem reagált a Doom Eternal sikerére sem. Egyebek mellett, de ez most mindegy is. Azonban történt az idei Summer Game Festen, hogy az ex-DICE tagokból összeállt svéd The Outsiders bemutatta a Metal Hellsingert, aminek a koncepciója tömören, hogy egy Doom játékmenetbe oltott ritmusjáték. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha megfelelő ütemre tudod eltalálni az ellenfeleket, akkor sebzel csak igazán. Egyébként pedig ugrabugrálsz, mint a Nickelból, ha arénáról arénára, és szórod az áldást a tengelyes mozgás különböző szögeiből. Már a trailer is kellően meggyőzőre sikerült, sőt, az amúgy elég nagymatag műsor egyik csúcsszáma volt a Metal Hellsinger. Nehéz lenne körülírni, hogy mennyire vártam a megjelenést, mert még a büdös életben nem volt szerencsém olyan évhez, hogy majd fél éven keresztül ne érkezzen semmiféle AAA játék. Ilyen inséges időszakban az ember a kevéssé sikerült játékokra is úgy próbál tekinteni, mint sivatagban szomjazó a pohár vízre, és talán ezért, talán másért, de számomra a Metal Hellsinger magasan az idei év egyik legnagyobb meglepetése. És elég magabiztosan gondolom, hogy aki hasonló hátszéllel feszül neki, mint én, az 1000%-ig nem fog csalódni. Na jó, szinte biztos, hogy nem fog. Mit is lehet várni egy olyan játéktól, ami arra épít, hogy menj le a pokol legmélyebb bugyrába, és pusztíts el minden démont, minden szörnyet, mindent, ami csak mozog és főleg rád mozdul. A Metal Hellsinger a legkisebb mértékben sem szórakozik. Kapunk 3 nehézségi szintet, amik túlnyomó részt abban különböznek egymástól, hogy hányszor támadhatunk fel. A legkönnyebbnek számító bárány szinten ez 3 alkalom, a legnehezebb beasten pedig szám szerint 0. És egyébként könnyelműen áll hozzá az ember, mert a játék még beast fokozaton is végigjátszható szűk 4 óra alatt, ha tudjuk, mit kell csinálni, és ráállt már a fejünk. De a többség érzésem szerint még a bárány fokozattal is meg fog szenvedni a játék felénél, ráadásul ezekkel a feltámadásokkal is érdemes óvatosan bánni, mert hiába nyújtja nekünk tálcán az alacsonyabb fokozat, ettől még kőkeményen levonja az érte járó pontokat, méghozzá nem is keveset, szóval ez egy olyan könnyítés, amiért kőkeményen benyújtja a játék a számlát. A játékmenet úgy néz ki, hogy kezdéskor kapunk egy alap metal témát, afféle háttérzenének. Valami kis ütemet. És amikor beindul a harc, és gyűjtjük a perfect értékeléseket a találatainkkal, úgy pörög fel a muzsika, és kapcsolódnak be a taktusokhoz olyan énekhangok, mint Serj Tankian a System of a Down-ból, Matt Heffy a Trivium-ból, Randy Blythe a Lamb of God-ból, vagy Alicia White Blues az Arch Enemy-ből. A nem licenszelt, hanem külön a játék kedvéért felvett trackek pedig elmondhatatlanul húznak. Persze a játékos a válogatja, de amikor ezek a zenék elkezdenek teret nyerni azért, mert patika módon osztjuk a halált, akkor nem csak méltó jutalmunkat érezzük kézhez kapni, de ráadásul átfordul az érzés, hogy ez a játék valójában egy puskacsőben végződő zenedoboz. És ezzel nincs is baj. Szenzációs zenéje volt a Doom Eternalnek is, de
a metal kapcsán belegondoltam, hogy mi lett volna, ha annak a születését is átjárja valami hasonló mentalitás. A játék nem áll összesen 10 fejezetből, mint mondtam, kifejezetten rövid, minden fejezet jutalmaz. Hozzájutunk újabb és újabb fegyverekhez, amiket a loadoutban választhatunk ki. Mindig lehet nálunk egy alapértelmezett kard, meg egy koponya, illetve egy tetszőleges gyilok az arzenálból. Ugyanitt adhatjuk meg a szigileket, azaz a skilleket. Ilyen lehet, hogy a halálunk előtt 50%-kal többet sebzünk, vagy fegyverváltáskor az első két lövést nem számolja a tárból, stb. Itt nem jöttem rá, hogy a praktikum mennyiben írja felül a szükséget, én sokszor éreztem úgy, hogy magasabb sebzésű számszéri jobban működik, mint a shotgun, és ezt a döntést szinte az első hordarohamnál megbántam, de hát ugye erről szól a döntés. A Hellsinger nem csak abban emlékeztet a Doomra, hogy fölle rohangálunk és ugrálunk ellenfeleink körül és nyomjuk beléjük az olmot, hanem abban is, hogy ha ügyesen ejtünk sebet rajtuk, akkor széttéphetjük őket és belőlük mindenfélét kinyerhetünk, elsősorban életet, ami felbecsülhetetlen lesz az aréna harcok során. Csak annyi a különbség, hogy míg a Doomban pusztán annyi múlt a nyomorult széttépése, hogy karnyújtásnyira legyünk, itt el kell találnunk a fejük fölött zajlódó lüktetés pontos ütemét, tehát tulajdonképpen egy quick time eventhez köti a kivégzést, cserébe akár nagy távolságokból is oda tudunk vágódni ilyenkor, ami új taktikázási lehetőségeket is megnyit a csoportba verődött lököttekkel szemben. Minden szint végén van egy afféle boss. Ez mindig ugyanúgy néz ki, csak egyre nehezebb lesz lenyomni, különösen mert egy sebződési szinten felül elkezdi ránk szabadítani a minionjait is. Szerencsére, mire ez a receptúra unalomba fulladna, addigra kipörög a játék, de ezért is kardinális szempont, hogy nekünk, játékosoknak mennyire gyengénk a metál, mert ha nem igazán, akkor egyel nő az esélye annak, hogy nem fognak lekötni ezek az egyre nehezedő összecsapások, különösen úgy, hogy amúgy azzal is jutalmaz a játék, hogy kioldogatja nekünk ezeket a trackeket, amiket aztán visszahallgathatunk a menüben. Szóval csak az vágjon bele, akinek az acélszív per vastüdő szerviszinten kimutatható. A Hellsinger vizuálisan hozza azt a szintet, ami érzésem szerint 2022-ben már az indie szférától is bőven elvárható. Én azon az állásponton vagyok, hogy amikor egy Stray vagy egy Returnal úgy tud kinézni, ahogyan, akkor nincs játékfejlesztő, még az indie szintéren sem, akinek megengedhető, elnézhető, hogy fosul kinéző játékot tegyen le az asztalra. Szerencsére nem is ez a helyzet, nyilván nem egy Doom Eternal az így nyert végeredmény, de nincs is miért szégyenkeznie a csapatnak, mert az összkép így is meggyőző. Azt mondjuk sajnálom, hogy a megszerzett fegyvereink közül csak egy párat vihetünk magunkkal gyilkolászni, amit biztosan valamiféle dizájnbeli döntés indokolt, de azért sajnáltam. Két döntést viszont egyszerűen nem tudok megérteni a játék körül, és igazából ez tart vissza attól, hogy a Metal Hellsingerért úgy tudjak lelkesedni, mintha megszületett volna az év játéka. Az egyik, hogy bár van a játékban fejlődési rendszer, de ezért is meg kell küzdeni. Ha szeretnétek, hogy gyorsabban tárazzatok, erősebbet lőjetek, vagy szívósabbak legyetek, akkor be kell vállalni időre futó kihívásokat, amiknek a teljes értékű teljesítésével oldjátok azt fel. Nincs részeredmény, nincs részmegoldás, vagy sikerült cakpak teljesíteni, vagy nem. Bár ez kétségkívül csempész némi extra izgalmat az összképbe, de szerintem ezzel együtt is elég rossz döntés volt, különösen, hogy a gameplay azért önmagában annyira nem érdekes, hogy ezt még rá is kelljen erőltetni az emberre a féle tutorial challenge-ek képében. Másfelől pedig mégis indokolt, mert amúgy a pályákon nincs semmi collectible apróság, amihez köthették volna az ilyesmit. A teljesítményünkkel is csak pontokat kapunk, ami által elhelyez minket a játék egy nemzetközi tabellán. Ez nem baj, csak 2022 vége felé szerintem rettenetesen kevés. A másik gondom, hogy bár a játék alapvetően rövid, de érdemes is túljutni az egyes fejezeteken minél előbb, ugyanis a Metal Hellsingerben nincs sem automatikus mentés, sem checkpoint. Ha pechünk van, és az utolsó bossnál kifutunk a feltámadási pontokból, akkor az egész fejezetet kezdhetjük az elejéről. Ami azért trógerség szerintem, mert ezen a téren még a Souls-like játékok is megengedőbbek a Bonfire rendszerrel, pedig ott aztán tényleg nem csinálnak lelkiismereti kérdést abból, ha meghalsz. Az az igazság, hogy a játék a negyedik szintnek mondható Incostis-tól már nagyon szigorú a játékossal, ha nem fordított elég időt a fegyverfejlesztést kioldó mellék grindolásba. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem lehetett volna áthidalni a játék során begyűjtött pontok
automatikus vagy félautomatizált elosztásával. Ettől függetlenül a Metal Hellsinger egy remek játék, 2022 egyik legjobbja. Game Pass előfizetőknek meg egyenesen égi, vagy hát pokoli áldás. Egy próbát szerintem mindenkinek minden formában megér, a fejlesztők pedig remélem észnél lesznek, mert pont ilyen csapatokat szoktak felvásárolni mostanában, és nem is lepődnék meg, ha valamelyik nagyvállalat pénzemberei nem jelentkeztek volna be hozzájuk egy bőröntnyi dollárral a kezükben. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mint említettem a videó elején, várok mindenki Donablira, mert tőletek működik az Otherworld, és hamarosan találkozunk, mert pörög fel a játék szintér is. Sziasztok!